Még 2007-ben egy hosszabb útra a ohio hogy meglátogassam az egyik barátomat. Már fél éve nem láttam őt. Régen ott élt, ahol én, de költözniük kellett. Középiskolában ismertem meg. Legjobb barátok lettünk. Amikor ő hiányzott, akkor én sem mentem iskolába. El tudjátok képzelni, hogy mennyire fájt a hír, amikor megtudtam, hogy költözni fognak. A távolság szerencsére nem tett pontot a barátságunk végére. Volt jogosítványom és autóm is, Semmi sem állíthatott meg engem, hogy elmenjek hozzá. Én a semmi közepén nélek. Óhájótól körülbelül öt órányira, de igazából nem zavart, hogy ennyit kellett vezetnem. Az utok valamiért mindig megnyugtattak engem. Közben csodálhattam a gyönyörű tájat. Naplementekor és napkeltekor a legszebb. Sokszor megálltam pár percet, csak hogy nézzem, milyen szép. Ezen a napon, amikor elindultam a barátomhoz, már régett a gyomrom, éhes voltam. Nem ebédeltem, és szomjas is voltam, Mindenképp meg akartam állni. Időm az volt, sehova sem siettem. Még fontos rész lett, hogy kihalt helyről van szó. Autók sem jártak erre nagyon. Amikor megérkeztem a benzinkúthoz, senki más nem láttam ott. Megálltam, és már azon gondolkoztam, hogy mi ott fogok enni. A benzinkút kicsit leélt volt, de ennek ellenére még mindig nem gyanakodtam. A bolt keresztül nem láttam be. Túl sötét volt. Miután kiszálltam az autóból, közelebb mentem. Ekkor vettem észre, hogy a bolt nincs nyitva. Hiszen még nincs is este. Milyen benzinkút zár be délután? Kíváncsi voltam, ezért még közelebb mentem és leskelődtem, hát ha észreveszek valamit. A polcok teljesen üresek voltak. A földön pár törött üveget is láttam. Hmm, ez már egy jó ideje nincs nyitva. Ki tudja, mi történt. Megfordultam és vissza akartam menni a kocsimhoz. Ekkor észrevettem egy fickót. Bújkált. Azt nem tudom, hogy miért, mert én biztos nem vagyok félelmetes. Alacsony és barátságos rác vagyok. Integettem neki. Jelezni akartam, hogy észrevettem, és kedves vagyok. Ő semmit sem reagált. Elindultam, hogy beszálljak, de ekkor megmozdult. Óvatosan, kicsit félve, de előjött. A szemembe nézett, de semmit sem mondott. Egy 40-50 körüli férfi volt. A szemei totál vörösek. Szörnyen nézett ki, nem akartam előítéletes lenni, eddig semmi rosszat sem tett. Lehet egy rossz helyzetű hajléktalan. Kedvesen bemutatkoztam, majd közöltem, hogy csak a boltba akartam menni. Elnézést kértem tőle, és mondtam, hogy békén hagyom. Hatásos volt, mert ő az épület mögé ment, én pedig a kocsimba visszaszállva elhajtottam. Ez még nem is volt olyan rossz élmény. Folytattam az utam, de olyan 15 perccel később furcsa hangokat hallottam. Nem tudtam, hogy mi történhetett nem értek a járművekhez, ezért inkább megálltam és ellenőriztem. Amikor rájöttem, nem akartam hinni a szememnek. Mind a négy kerék ki volt lyukosztva. Jobban megvizsgáltam, és ez nem lehetett a véletlen műve. Mindegyiken egy nagyobb lyuk volt. Valószínűleg ugyanazzal az éles tárgyal csinálta valaki. Gondolkoztam, hogy hol történhetett. Aztán visszaemlékeztem a benzinkutas találkozásra. Az a hajléktalan volt, biztos vagyok benne. Az autómat elvitettem, majd elég gyorsan kicserélték a kerekeket. A rendőröket is értesítettem az esetről. Elmentek a benzinkútra, de amire odaértek, már senki sem volt ott. Nem tudom, hogy miért csinálta ezt a csöves, de örülök, hogy csak a kocsimban tett kárt, és nem bennem. Az utamat aztán tudtam folytatni. A legjobb barátommal találkoztam. Elmeséltem neki ezeket a nehézségeket. Azt tanácsolta, hogy ne próbáljak ebbe logikát keresni. Én semmi rosszat sem tettem. Vannak emberek, akik ok nélkül rosszat akarnak másoknak. Így utólag visszagondolva, örülök, hogy nem támadt rám, mert ezek szerint volt nála valami éles tárgy. Ezután már sokkal elővigyázatosabb lettem. Amikor középiskolába jártam, az apám megvette a kamaszkori államautóját. Akkor még nem volt jogosítványom, ezért nem is nagyon emlékeztem pontosan, hogy milyen típus volt. A legmenőbb Cabrio BMW, amit csak el tudtok képzelni. Ezüst színű, és az akkori években nagyon kiemelkedett. Csodás volt. A motor hangját sosem fogom elfelejteni. Az első héten rögtön kirándulni akart menni, hogy kipróbálja. Megkérdezte tőlem, hogy vele tartok-e. A szüleim elváltak, szóval csak mi ketten mentünk volna. Nyár volt, nekem már úgysem kellett suliba mennem, ezért beleegyeztem. Bepokoltam pár napra. Nem tudtuk még, hogy mennyi ideig leszünk úton. A kocsiban nem fért el sok minden, nem nagy családoknak lett kitalálva, de ennek ellenére nagyon menő volt. Az apám nem akarta elárulni, hogy hova megyünk. Ő fejben összerakta az utat, de azt akarta, hogy nekem meglepetés legyen. Először éjszaknak indultunk. Hangosan hallgattuk a zenét, sokat beszéltünk. Kapcsolatokról is, kb. mindenről. Tipikus apafia beszélgetések. Jóba voltam vele. Nem is úgy tekintettem rá, mint abba, hanem sokkal inkább, mint egy jó barát. De természetesen tiszteltem őt. A táj, amerre haladtunk, gyönyörű volt. Akkoriban még gyors volt a metabolizmusom. Nem látszott meg rajtam, ha gyors kaját ettem. Ott álltunk meg, ahol csak akartunk. A legegészségtelenebb ételeket ettük. Nem szoktunk gyakran ilyet enni, ezért ez is különleges volt számomra. Nem kellett sietnünk. Jól éreztük magunkat. Az apám mindent megvett nekem, amit szerettem volna, de ennek ellenére szerény maradtam. Miután beesteledett, kerestünk szállást. Időnként egyszerű, olcsó és koszos volt, de időnként szép. Attól függött, hogy hol maradt szabad hely, mert nem terveztünk előre. A városba is kimentünk. Az apám a nőket nézte és viccelődött, hogy válasszak magamnak mostoha anyát. Poénkodva mondta, hogy ide még visszatér. Beültünk valahova vacsorázni, majd annyira elálmosodtunk, hogy visszamentünk a szállásra. Még a szállás előtt észrevettem egy tömeget. Éreztem, hogy valami nem lesz rendben. Sokan voltak, és hangoskodtak. Az apám nem foglalkozott velük. Őt kicsit sem zavarta. Én sem akartam gyávának tűnni, ezért csendben maradtam. Gáznak éreztem volna megemlíteni az apámnak, hogy milyen ijesztő egy nagy részek tömeg. Visszamentünk a házba, ezután bezártuk az ajtót. A parkoló mellett volt mindez, közel a részek bondához. Rajtunk kívül szerintem senki más nem volt elszállásolva az épületben. Egy átlagos szobánk és nappalink volt. Semmi különleges, de nekünk ez elég volt az éjszakára. Még egy kicsit fent voltunk. Én még éhes voltam, ezért másodszor is megvacsoráztam. Az apám felmaradt velem. Filmeztünk. Valami akciófilmet adtak a tévében. Kiabálást hallottam. Először azt hittem, hogy a film része, de aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg kintről jön. Az apám nem foglalkozott vele. Egy részek fickó volt. Kicsit aggódtam, ezért megkérdeztem. Hallod ezt a részek fickót? Nem ami dolgunk. Ami kint van, nem kell félned. Kicsit aggasztott, de hittem neki. Kilenc órakor már mentünk aludni, mert másnap korán terveztük a kellést, hogy folytassuk az utunkat. Hatkor már el akartunk indulni, ki kellett pihennünk magunkat, főleg az apámnak, mert ő vezetett. Egy gyors tisztálkodás után be is feküdtem az ágyba. Izgatott voltam, ezért nem tudtam még álomba szenderülni. Ez nem mondható el az apukámról. Ő bárhol és bármikor képes aludni, bármilyen helyzetben. A legrosszabb az egészben, hogy horkolni is szokott, és ez még nehezebbé tette az elalvást. Ezután hallottam, hogy ismét kint vannak a részegek. Nekem már az elejétől kezdve gyanúsak voltak. Nem tudtam, hogy mit akarhatnak. Attól tartottam, hogy ilyen turistákat szemelnek ki, mint mi. Minden egyes recsenésre felkaptam a fejem. Azt hittem, hogy be akarnak jutni. Aztán rájöttem, hogy csak az öreg épület hallom. Kicsit később füleltem, mert beszélgettek, de semmit sem tudtam kiszűrni. Néha megnéztem az időt, 10 óra 30 volt. Még mindig ott voltak. 11 óra 30-kor már kiabáltak egymással. Ekkor még egy percet sem aludtam. Egyre idegesebben kommunikáltak egymással. A horkolás megszűnt. Hunyorogva néztem, és láttam, hogy az apám felkelt, felöltözött, majd kinézett az ablakon. Mindvégig őt néztem, hogy lássam a reakcióját. Póker arccal bámult, hogy mi folyik ott kint. Nem csodálkozom, hogy reakció nélkül tudta nézni. Katona volt, sok mindent áttilt. Ritkán látni rajta bármilyen félelmet vagy ijettséget. Már nem bírtam tovább, ezért meg kellett kérdeznem. Mit csinálnak ott kint? Csak részegek, válaszolta. Ennek ellenére még mindig őket nézte. A családunk nem igazán iszik. Kimondottan utáljuk a részegeket. Olyankor az ember sok hülyeségre képes. Az alkohol családokat tud tönkretenni. Láttam a szemein, hogy elítéli a srácokat emiatt, és egy kicsit idegesíti, hogy miattuk lehetetlen elaludni. Az ablaknál megfordult, a kiárat felé ment. Felvette a cipőjét, majd kinyitotta az ajtót. Visszaszólt nekem. A párnám alatt van a fegyver. Legyél szemfüles, és senkinek se nyiss ajtót. Vigyázz magadra. Igazából nem is féltettem őt. Szuperhősként tekintettem rá. Sosem gondoltam arra, hogy bármi baja eshetne. Az ablakhoz mentem, hogy nézzem, mi történik. A részegek még mindig hangoskodtak, és sokan voltak. Nehéz volt eldönteni, hogy jól érzik magukat, szórakoznak, vagy valamint összevesztek. A kamionosoknak kijelölt parkolóban álltak. Az arcokat lehetetlen volt felismerni a sötétben, csak árnyakat láttam. Az apám kiment, ugye? Maga biztosan odosietett a tömeghez. Annak ellenére, hogy sokkal többen voltak, ő egy kicsit sem félt nem érdekelte őt, hogy mint tanakodnak. A csoport felé fordult. Semmit sem lehetett hallani. Csak azt láttam, hogy a szállás felé mutogat. Gondolom, azt magyarázta, hogy aludni akarunk. Az édesapámmal ritkán szarakodnak az emberek. Mindig tisztelték, mert maga biztos kiállása volt. Miután visszajött, befeküdt az ágyba. Ott még elővette a telefonját, valamit nézett rajta, közben pedig nyugtatott, hogy már minden rendben van, aludhatok holnapra úgy is sok erőre lesz szükségem. Ekkor már éjfél is elmúlt. A szemeim magától csukódtak, de ennek ellenére nehezen tudtam elaludni. Legbelül ott volt a félelem, hogy mi van, ha valami rossz fog történni. Tíz perc sem telt el, és valaki dörömbölni kezdett az ajtón. Eszembe jutott, amit az apám mondott, hogy senkinek se nyissam ki az ajtót. Hirtelen megijedtem, hogy valami baj történt, és a rendőrök jöttek ki. Random fáradt gondolatok voltak ezek. Gondolkozás nélkül felkeltem, és az ajtó felé mentem. Ekkor éreztem, hogy valaki a kezét a vállamra teszi. Megfordultam. Az apám volt. Az ágyon ült. Ismét megnyugtatott, hogy minden rendben van, maradjak csak itt. Biztos a részegek vannak az ajtó előtt. Most először láttam rajta, hogy egy kicsit ő is aggódik. Engem is nyugtalanított. A kopogás folytatódott. Pár másodperc múlva kiabálást is hallottunk. Segíts, be kell engednetek, kérlek segítsetek! Tényleg kétségbeesett hangja volt. Az apukám elővette a fegyvert és kinézett az ablakon. Az ajtónk előtt egy fiatal srác volt, aki az ablakhoz sétált azt remélve, hogy ott sikeresebb lesz a könyörkés. Arra kért minket, hogy engedjük be, mert máskülönben megverik őt. Miért? Mit tettél? Kiabált az apám az a banda kint, Meg akarnak verni. Engem is megpillantott, hogy bent vagyok. Megkért, hogy hívjam fel a rendőröket. Szót fogadtam. Azzal a rosszat úgy sem tehetek. A banda tényleg közeledett felé. Idegesnek néztek ki. Nehéz döntés várt ránk. Lehet át akart minket verni, de lehet tényleg bolyba keveredett és segítségre szorul. A pólóján észrevettem egy jelet. Egy kamionos rác lehet. Amint észrevettem, szóltam az apámnak, hogy valószínűleg igazat mond. A pólóján a cég jele van. Gyorsan elmagyaráztam, hogy a parkolóban is láttam ezt a jelet. Valószínűleg itt dolgozik. Kértem, hogy engedjük be, mert megsajnáltam őt. Féltem, hogy bántani fogják. Bűntudatom lett volna, ha tudom, hogy segíthettünk volna rajta, de mégsem tettük. Láttam az apukámon, hogy a legszívesebben ő nem engedte volna be az idegen srácot, de a kedvemért adott neki esélyt. Az ott a te kamionod? kérdezte. Igen, az enyém. Egy nagy lélegzetvétel után kinyitotta az ajtót, majd a küszöbre lépett. A kezében mindvégig ott volt a fegyver. Az súgta neki. Ha igazat mondasz, megvédelek, de a biztonság kedvéért nem engedlek be. A többiek is látták a fegyvert, de nem ijedtek meg. A srác pánikolt és be akart jutni, de sikertelenül. Mindenki kint maradt, és a feszültség egyre csak nőtt. Felkiáltottam, hogy a rendőrök ki lettek hívva. Ez már sikeres volt. A részegek elfutottak. Mindenki nyugodtabbnak tűnt. A fiatal srác összerogyott a bejáratnál, majd elmesélte, hogy mi történt. Azt állította, hogy bement a bárba, majd amikor be akart szállni a kamionba, nem engedték a többiek. Később, amikor a rendőrök utána jártak ennek az egésznek, kiderült, hogy kicsit szépített a történeten. Még hetekkel ezelőtt részegen a többiek anyját citta, és mindenkinek beszólogatott. Most véletlenül újra összefutott azokkal az emberekkel, de most ők voltak a részekebbek. Rögtön tudta, hogy nem lesz jó vége, ezért segítségért futott. A srácok lehet csak rá akartak ijeszteni, de lehet tényleg meg akarták verni őt. Mindig jobb mind a két felet meghallgatni, mielőtt bárkit is elítélnénk. Az utunkat másnap kicsit fáradtan, de folytattuk. Ezután már semmi ijesztő élményben nem volt részem. 2017-ben egy diáklakásban éltem itt Dániában. A diáklakások alapvetően nagyon kicsik, tipikusan egyszobás lakások, amelyek lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, hogy elköltözhessenek otthonról, annak ellenére, hogy nincs sok pénzük. Általában hosszú várakozás van ezekre a lakásokra, de nekem nem is tartott sokáig, amíg jóvá hagyták a beköltözésemet. Minden olyan gyorsan történt, és mielőtt még észbe kaptam volna, már volt saját helyem. A lakás egy eléggé gyanús környéken volt. Főként alacsony jövedelmű családok éltek ott, akik segélyből éltek, vagy olyan emberek, akiknek különös szükségleteik voltak, és akiket a kormány úgymond ott felejtett. Ez nem zavart különösebben, Fiatalon saját helyem lett, ami hatalmas teljesítmény volt számomra. Itt találkozhatom a barátaimmal, elhozhattam a barátnőmet, és élvezhettem a felnőtt életet. Amíg ott éltem, semmi ijesztő nem történt, az idős hölgyön kívül, aki mentálisan nem volt rendben. Mindig üvöltözött a többi lakóra, átkozta őket. Olyan őrült volt, hogy mindig körbenéztem miatta, amikor a parkolóba értem. Ha ott volt, inkább máshova parkoltam, Kiderült, hogy nem fizette az áramszámláját, mert azt hitte, hogy a kormány figyeli őt. Mindig viselt egy bicikli sisakot, mert úgy gondolta, hogy ez megvédi az agyát az idegenektől, akik el akarják lopni. Ezt mind a barátomtól tudtam, aki egy lányjal randizott, aki idősekkel foglalkozott. Ennek ellenére sosem éreztem magamot veszélyben. Mindig tudatában voltam a környezetemnek, és mindig bezártam az ajtókat, és ellenőriztem a lakást, mielőtt aludni mentem. Hát ha az őrült öregasszony valahol elrejtőzött, és azt hiszi, hogy én is egy kém vagyok, és az ufóknak dolgozom. Egyik éjjel a számítógépen játszottam. Körülbelül hajnali három volt, amikor lekapcsoltam a lámpákat, és aludni akartam menni. Bár majdnem elaludtam, amikor hirtelen megszólalt a csengőm. Olyan hangos volt, hogy majdnem kiestem az ágyból. Felültem, és óvatosan füleltem, de csend volt. Gondolhatjátok, hogy hajnali háromkor nem vártam látogatókat. A bejárati ajtón fából készült, kerettel rendelkezett. Alul és felül üveggel, amelyeket papírral takartam el, hogy ne lássanak be. De még ennek ellenére is a folyosó fényei láthatóvá tették egy személy körvonalait, aki a bejáratom előtt állt. Nagyon megijedtem tőle. Ő az ajtóm előtt állt, és nem mozdult. Segíthetek valamiben? Kérlek, segíts. Szükségem van a segítségedre, kérlek. A hangja ittasnak tűnt, de egy hamis, megjátszott módon. Mit akarsz? Ki vagy te? Kérlek, segíts. Szükségem van a segítségedre. Kérlek, csak engedj be. Semmi kép, haver. Nem ismerlek. Tudod, hány óra van? Csak engedj be, esküszöm, nem akarlak bántani. Ennek hallottál még ijesztőbbé vált, mint amilyen már eddig is volt. Elővettem a golfütőmet az ajtó mögül. A 86-os szobát keresem. Kérlek, csak engedj be. 86? Te a 64-esnél vagy, rossz szinten vagy. Most már tényleg elmehetsz innen. A férfi ekkor hangosan kezdett kopogni az ajtón. Megragadta a kilincset, én pedig felkészültem a legrosszabbra. Hirtelen a kopogás abba maradt, és hallottam, hogy a férfi telefonja rezegni kezd. Haló? Rendben. Ezután felém fordult, és a hangja most már józan és magabiztos volt. Már nincs szükségem a segítségedre. Ezután elsétált. Már azt hittem, hogy be fog hozzám törni, de ez kicsit összezavart. Nincsenek igazán ellenségeim, akik meg akarnának veretni. Talán a fickó tényleg rossz helyen volt. Vagy talán csak egy őrült, aki hajnali háromkor emberekkel szórakozik? Ezután az esemény után még egy órán át felmaradtam, cigarettáztam, és vártam, hogy visszajön -e, de szerencsére nem tért vissza. A mai napig egy nagy kérdőjel, hogy vajon mit akarhatott az az illető. A hirtelen váltás hamisítosból tökéletes józanra nekem elegendő bizonyíték arra, hogy nem jó szándékkal jött ide. Ráadásul kikopogtat egy véletlenszerű ember ajtaján hajnali háromkor, amikor minden fény le van kapcsolva. Nem beszélve arról, hogy azt mondta, hogy nem akar bántani. Már emállítani, hogy ha kinyitottam volna az ajtót, akkor valami szörnyű dolog történt volna. Örülök, hogy úgy döntöttem, hogy zárva hagyom. Ez az egész ügy gyanús volt. Ezen kívül semmi hasonló nem történt velem. Két évvel később elköltöztem onnan. Ez körülbelül 15 évvel ezelőtt történt. 21 éves voltam, és az első saját lakásomban éltem. Egy olyan városban nőttem fel, amelyet kemény és zord helynek ismertek. Megtanultam megvédeni magam, és már fiatalon rájöttem, hogy jobb nem nagy ködni. Kerültem a bajt. A lakás egy bár mögött volt. A bár látogatói gyakran kint álltak és cigarettáztak. Amikor ezt tették, az ablakon felé néztek. A legtöbb dohányzó ember józan volt. Néhányan köszöntek is, ha elmentem mellettük. Nem volt problémám velük, kivéve egy este. Miután végeztem a munkában, elmentem a bár mellett, és egy magas férfit vettem észre, aki a bár mellett dohányzott. Ahogy elmentem mellette, mérgesen nézett rám. Bólintottam egyet, de ő továbbra is engem bámult. Kellemetlenül éreztem magam, de nem foglalkoztam vele inkább. Bementem a lakásba körülbelül egy órával később kopogást hallottam az ajtómon. Furcsa volt, mert senkit sem hívtam át aznap. Az épületben csak nyolc lakás volt, a szomszédaimat nem igazán ismertem. Féltem, senkivel sem akartam beszélni. Nem válaszoltam volna, de a kopogás folytatódott. Végül kikiáltottam. Ki van ott? Az ajtó másik feléről egy hang válaszolt. Tom vagyok, nem ismerek senkit, akit Tomnak hívnak. Azt hiszem, rossz ajtón kopogsz. A hang ekkor így szólt. Nem ismersz, de én ismerlek téged. Nyisd ki, hogy beszélhessünk. Oda mentem az ajtó és láttam, hogy a bárnál megpillantott magas férfi volt az. Hangosan figyelmeztettem. Húzz el innen, mielőtt kihívom a zsarukat! Ekkor hallottam, hogy elsétált. A kiárati ajtó kinyílt, ő pedig távozott. Elment, vagy legalábbis azt hittem. Néhány perccel később kinéztem az oblakon, és láttam, hogy a magas férfi a parkolóban áll. Úgy tűnt, hogy magában beszél. Ez még jobban megrémisztett engem. Felhívtam a főbérlőmet, aki a mellettem levő épületben lakott. Azt mondta, hogy hívjam ki a rendőrséget, addig ő és a testvére kimennek megnézni a helyzetet. Felhívtam a zsorukat, és elmondtam nekik, hogy mi történt. Nyugtattak, hogy kiküldenek egy kocsit. Közben a főbérlőm és a testvére elindultak a parkoló felé. Az ablakomból figyeltem, ahogy a férfihoz közeledtek. Ő egy pillantást vetett rájuk, majd elmenekült. A főbérlőm és a testvére megpróbálták üldözni, de a férfi gyorsabb volt. Öt perccel később megérkeztek a rendőrök. Mindent elmondtam, és jellemeztem a férfit. A rendőr rám nézett, és azt mondta: Jó, hogy nem nyitottál ajtót. Több bejelentést is kaptunk hasonló leírású férfiról, akik nőkkel olyan dolgokat akart tenni, amiket inkább nem részletezek itt. Néhány nappal később kaptam egy hívást a rendőrtől. Azt mondta, hogy a nyomozásuk részeként beszéltek a bár tulajdonosával. A tulajdonos elmondta nekik, hogy a magas férfi néhány nappal később újra megjelentott, és a rendőrség le tudott rá csapni. Sikerült letartóztatniuk. Ez körülbelül négy évvel ezelőtt történt. A legjobb barátommal laktam egy nem valami jó környéken. Azért szörnyűnek sem mondanám, de egy forgalmas út mellett volt, ahol gyakori volt a bűnözés. Nőként ez egy olyan hely volt, ahol féltem éjszaka egyedül sétálni. Szinte minden alkalommal megszólított valaki az utcán. Ez még azelőtt volt, hogy megvettem az első autómat. Körülbelül hajnali három óra lehetett. A lakótársam már mélyen aludt. Én ébren voltam, nem is tudom, hogy miért. A szobámban voltam, a számítógépnél, amikor kopogást hallottam az ajtón. Csak egy gyors, rövid kopogás volt. Levettem a fejhallgatómat, hogy megbizonyosodjak róla, hogy tényleg hallottam-e. Néhány másodperc után újra kopogni kezdett. Ezután ritmussá vált. Nem az a tipikus, valaki kopog az ajtón, mert látni akar téged. Ez egy lassú, folyamatos kopogás volt majdnem mint egy szívverés. Megijedtem, de azért úgy döntöttem, hogy figyelmen kívül hagyom. Megvártam, hát csak egy részek, aki összezavarodott, és egy idő után elmegy. Percek teltek el, de a kopogás nem szűnt meg. Sem gyorsabb, sem lassabb nem lett, még mindig ugyanazt a ritmust tartotta. Egy idő után hallottam, hogy az illető megpróbálja lenyomni a kilincset, Rettegtem, és az életemet féltettem. Anélkül, hogy felébresztettem volna a lakótársamat, a nappaliba mentem, és kikiabáltam az illetőnek. Ki az? A kopogás hirtelen abba maradt. Úgy döntöttem, hogy megnézem az ajtókitekintőn keresztül, hogy ki az. Semmit, és senkit nem láttam. Megfordultam, hogy visszamenjek a géphez, de ekkor a kopogás újraindult. A kiabáláson felébresztette a lakótársamat, aki most tudni akarta, hogy mi a fene folyik itt. Elmondtam neki, hogy valaki kopog az ajtón, és nem tudom, hogy ki az. Újra kinéztünk, de senkit sem láttunk ott. Felhívtuk a rendőrséget. Körülbelül 10 percen belül megérkeztek. Amíg vártunk, a lakótársammal a fürdőszobába zárkóztunk, ez az őrült pedig folytatta a lassú kopogást. Amikor a rendőrök megérkeztek, biztonságban kijöhettünk. Elkopták a tettest, aki megzavarta az esténket. Egy 18 éves fiú volt. Lefogták, és egy hátizsákot is elkoboztak tőle. A hátizsákban sok illegális szer volt, és ami még rosszabb, egy kés is. Soha nem láttam ezt a fiút korábban, de azt mondták, hogy ugyanabban az épületben lakik, mint mi, a parkoló másik felén. A fiú nem árultál, hogy mit akar tőlünk. A hátizsák tartalma igazán megrémisztett minket. Biztos vagyok benne, hogy az volt a terve, hogy a szerekkel elbódít minket, majd kihasználja a helyzetet. A fiút letartóztatták és egy ideig börtönben tartották. Szerintem nem elég hosszú ideig. Miután szabadlábra került, hallottam, hogy elszökött otthonról. Előtte még mindig az apjával lakott. Azóta nem hallottam róla semmit, állítólag a szülei sem. A lakótársammal ezután egy szebb és biztonságosabb helyre költöztünk. Remélem, hogy újra börtönbe kerül, mert egy ilyen ember veszélyt jelent a társadalom számára. Egyértelmű, hogy nem borátkozni jött hozzánk. Soha nem felejtem el azt a kopogást. Olyan félelmet még soha az életben nem éreztem, mint akkor. Pensilvániában éltem. Egy kis információként a nevem Vanessa, és 30 éves vagyok, de akkor még csak 18 voltam. Végre lett jogosítványom, és az apám megvette nekem az első autómat. Három nővérem van, név szerint Sasha, Clarice és Sabrina. Mind nagyon örültek, amikor sikeresen letudtam a vizsgát. Úgy döntöttünk, hogy egy kis vezetéssel ünnepeljük meg. Az volt a terv, hogy meglátogatjuk a távolabb élő unokatestvéreinket és a többi rokonunkat is. Apánk és a mostohanyám nem voltak túl szigorú szülők. Eléggé lazák voltak, így nem bánták, hogy elmegyünk erre az útra. Csak arra emlékeztettek minket, hogy vezessünk óvatosan és mindig legyünk szemfülesek. Bepakoltunk a táskáinkba, és útnak indultunk, hogy a hétvégét a nagybátyánk házában töltsük. Odafele minden rendben volt, de hazafele menet, ez már nem mondható el. Egy komoly problémába ütköztünk. Vasárnap délután kellett volna elindulnunk, de jól éreztük magunkat, így elveszett kicsit az időérzékünk. Végül este kilenc körül indultunk el. Sajnos muszáj volt távoznunk, mert másnap iskolába kellett mennünk. Nem volt nagy forgalom. Útközben megálltunk egy target áruházban, hogy vegyünk néhány nasit. Szinte senki sem volt az üzletben, kivéve ezt a furcsa férfit, aki folyamatosan minket bámult. Körülbelül 180 centi magas volt, hosszú, zsíros, ápolatlan haj és sárga fogakkal. A nővéreim és én észrevettük őt, összenéztünk és megegyeztünk, hogy inkább tartsuk tőle a távolságot. Bár gyanús volt a fickó, nem gondoltuk, hogy bármi baj történhet a boltban. Valahányszor egy másik részlegre mentünk, követett minket. Végül megszólított, és azt mondta. Ó, milyen gyönyörűek vagytok ma! Sabrina, aki a legextrovertáltabb közülünk, így válaszolt. Fúj! Keres valaki mást! Jobb lenne, ha vigyáznál a szádra, mert még a végén meg fogjátok bánni. Megdicsértelek titeket, erre nem így kellene reagálnotok. Ekkor jeleztem a nővéreimnek inkább, hogy menjünk el. A kasztához mentünk, kifizettük a nasikat, de amikor kijutottunk és az autó felé sétáltunk, a férfi ismét megjelent. Két autó közül jött elő, és egy késsel futott felénk. Most megtanuljátok, hogy kell beszélni egy gyuri emberrel, mondta. Pánikoltunk, és az ellenkező irányba kezdtünk el futni. Inkább nem a kocsink felé futottunk. Mire kinyitottuk volna az ajtót, biztos, hogy elkapott volna minket. Szerencsére a férfi nem volt túl gyors, és nem tudott lépést tartani velünk. Átkeltünk az úton, és a közeli erdőben bújtunk el. Sikerült elmenekülnünk, de ő még mindig a parkolóban volt. Megtalálok titeket. Csak időkérdés, ahogy mikor, de meglesztek. Fenyegetőzött a férfi. Szerencsére nem látott minket, és vissza futni az autónkhoz. Csak akkor vett észre minket, amikor már a kocsiba szálltunk be. Gyorsan rátapostunk a gázra, és elhajtottunk onnan. De a sztori itt messze sem ér még véget. Egy nagyobb autó kezdett követni minket. Ekkor még nem is gondoltam arra, hogy közel lehet ahhoz az emberhez, ezért nem is izgultam. A másik kocsi egyre közelebb került hozzánk. Azt hittük, hogy előzni akar, de ő ehelyett többször is nekünk jött. Nem láttuk a sofőrt, de biztosak vagyunk benne, hogy ugyanaz a fickó volt, Megijedtem, és még jobban rátapostam a gázra. Ő szerencsére lemaradt. Ezután éles jobb kanyart vettem. Ő is lekanyarodott, de már távolabb volt. Mire az autópályára értünk, leráztuk őt. Visszagondolva sajnálom, hogy nem mentünk a rendőrségre, de a stressz hatása alatt ez nem is jutott az eszünkbe. Örülök, hogy ennyivel megúsztuk, és nem lett szörnyű vége a történetünknek. Ez pontosan öt éve történt. Nehezen mesélem el ezt a történetet másoknak, mert a legtöbben vagy nem hisznek nekem, vagy beszólnak, hogy mit kellett volna tennem ebben a helyzetben. Ők nem értik meg, hogy egy ilyen stressz helyzetben mennyire máshogy működik az agy. Léci, legyetek megértőek. Itt a történetem. Egy szép házban éltem a párommal. Ez volt az álmunk, és a jó munkának köszönhetően megengedhettük magunknak. Általában én szoktam hamarabb végezni, ezen a napon is így volt. Megérkeztem, magam mögött becsaptam az ajtót, majd a kulcsot, a telefont rátettem az asztalra. Amikor a konyhában voltam, hallottam, hogy rendesen becsukódott a bejárati ajtó. Általában így szoktam hagyni. Én egy kisebb faluban nőttem fel. Mindenki ismert mindenkit, és nem kellett zárnunk az ajtókat. Mi elég távol éltünk mindenkitől, ezért én sem szoktam bezárni az ajtót. Főleg úgy, hogy tudtam, hogy a férjem nem sokára megérkezik. Azóta már egy olyan alkalom sem volt, hogy nem zártam volna be az ajtót. Otthon rögtön neki is kezdtem a munkának. Kiteregettem a frissen mosott ruhákat. Miközben ezt végeztem, hallottam, hogy kinyílik az ajtó. Elmosolyodtam, és örültem, hogy ilyen hamar megérkezett a párom. Köszöntem is neki. Szia, drágám! De nem válaszolt. Csend volt. Lehet, csak nem hallottam, de legbelül éreztem, hogy valami nincs rendben. Kicsit folytattam a házi munkát, de nem hagyott nyugton a dolog. Ki kellett mennem, hogy megnézzem, hogy mit csinál a férjem. Nem ő volt ott. A konyhában egy totál idegen férfi állt. Idősebb volt tőlem. Olyan ötven éves lehetett. Vörös szemekkel a konyhában állt, és bámult. Én is ezt tettem. Annyira megijedtem, hogy nem tudtam mozdulni optimista voltam, és először azt hittem, hogy összetévesztette a házat, és nem sokára elnézést kér. De nem. Ő tudatosan volt itt. Valamit ki kellett találnom. Összeszedtem a bátorságomat. Kihúztam magam, hogy minél nagyobbnak és veszélyesebbnek tűnjek. De egy apró nőként ezt kétlem, hogy hatásos volt. Maga biztosan megmondtam neki, hogy takarodjon ki a házomból. Mit képzel, hogy csak úgy bejön egy idegen birtokára? Nem zavartotta magát ezután az asztalhoz lépett és felvette a cuccaimat. A kulcsomat, a telefonomat és a pénztárcámat is. Ez volt az a pillanat, amikor tudatosítottam, hogy egy veszélyes ember, aki véletlenül sem jó szándékkal jött be hozzám. Teljesen egyedül voltam a házban, még egy kutyánk sem volt. A telefonomat ugye zsebre tette. Az egyetlen eszköz, amin segítséget tudtam kérni, a számítógépen volt, ami szerencsére közel volt hozzám. Olyan 8 méterre állhatott tőlem a betörő. Azt tervezgettem, hogy megfogom a gépem, és rögtön megfordulok, majd menekülni kezdek. A fürdőszobába akartam menni, mert azt be lehetett zárni. Ott volt egy szekrény, amit szintén be lehetett zárni. Ez egy kis plusz időt nyerhetett nekem. Így is tettem. Gyorsan beszaladtam, bezártam, majd másodpercekkel később hallottam, hogy ki akarja nyitni. Szerencsére nem ment neki. Én bebújtam a szekrénybe, és ott megnyitottam a messenger hogy tudassam a férjemmel, hogy mi történt. Egymás után küldtem neki az üzeneteket. Kértem, hogy hívja fel a 112-t, mert valaki betört hozzánk. Hála az égnek telefon közelben volt, és rögtön elolvasta az üzeneteimet. Válaszolt, hogy már a rendőrséggel beszél, és ő is hazasiet. Én csak vártam, és vártam. Egy ideig csend volt, majd a fürdőszoba ajtó kinyílt. A betörő pedig belépett. Mintha tudta volna, hogy a szekrényben vagyok, rögtön odalépett, majd ütögetni kezdte. Itt van az a rész, ahol az emberek okoskodnak, hogy mit kellett volna tennem. Higgyétek el, annyira féltem, hogy lefagytam. Nem tudtam mit csinálni. Akkor a félelem mellett az agyam nem működött. Ahelyett, hogy fegyvert kerestem volna, vagy bármi mást, ami segítene ebben a helyzetben, csak ültem és vártam, hogy mi fog történni. Elfogadtam, hogy vége. Nekem annyi, és ez az utolsó pillanatom. Egyesek azt is mondják, hogy ha sikítottam volna, lehet valaki meghallotta volna. Egy elhagyatott helyen volt a házunk. Ott senki sem hallott volna. A fegyverkeresése nem rossz ötlet. Akár a gépem is használható lett volna egy-két csapásra, de akkor nem jutott az eszembe. Csoda folytán a szekrény ajtó nem tört be, és még mindig védett. Hallottam az ideges lépteket, ahogy távolodnak. A konyhában széttört pár üveget és rongált. Lát abban reménykedett, hogy erre kijövök, de én ugyanúgy a szekrényben kuporogtam, és arra vártam, hogy megérkezzenek a rendőrök. Már sírtam. Tényleg meg voltam győződve, hogy ez az utolsó pár percem. Meg volt nyitva a messenger, szóval az anyámnak is megírtam, hogy mi történik. Elmondtam neki, hogy mennyire szeretem őt. Akkor ezt tartottam a legfontosabbnak, hogy tudassam a családommal, hogy mennyire szeretem őket, és hiányozni fognak el sem akarom képzelni, hogy mennyire megijedhetett szegény. Rögtön válaszolt, és arra kért, hogy válaszoljak neki. Megígértem, hogy ameddig csak lehet, írok vele. Megkértem, hogy mondja meg a testvéreimnek is, hogy mennyire szeretem őket. A férjemet is sajnáltam, hogy min fog keresztül menni, ha én már nem leszek. A férfi visszatért, és a szekrény ajtót csapkodta. Nem értettem, hogy mit mond, de beszélt hozzám, Reméltem, hogy a rendőrök érnek ide hamarabb, és nem a férjem, hogy ne lássa, hogy mit tett velem. Hallottam, hogy ismét kinyílik az ajtó. A férjem volt az. A posi megfordult, és a konyha felé sétált. Én kinyitottam az ajtót. Egymásra támadtak, én féltem, a fejem pedig rettentően lüktetett. Szédültem, minden forgott körülöttem. Szépen lassan szűkülni kezdett a látóköröm, és elájultam. Nem emlékszem, hogy ezután mi történt. A férjem verekedett a pasival, a rendőrök megérkeztek és megmentettek minket. Ekkor tértem magamhoz. Ez volt az életem legrosszabb napja. A rendőrök gyorsan kiértek, de az a tíz perc, amit a ruhászekrényben töltöttem egy örökkévalóságnak tűnt. A zsaruk visszaszerezték a cuccaimat, a betörőt pedig elvitték. Én elmondtam, hogy pontosan mi történt. Az egyik rendőr azt mondta, hogy igazán zárnom kellett volna az ajtót akkor úgy tűnt, hogy nem foglalkozik az érzéseimmel, és nem tudja, hogy mi megyek keresztül. De igaza volt, tapasztalatból beszélt. Nem ez az egyetlen eset, amikor a betörő amiatt ütött a házba, mert nem volt bezárva az ajtó. Ennek egy alapnak kellene lennie, hogy megelőzzünk hasonló helyzeteket. Én nem bírtam feldolgozni a történteket. Már hónapok teltek el, de én még mindig rettegtem, hogy valaki visszatér, és már nem leszek olyan szerencsés, mint akkor. Ha egyszer megtörtént, miért ne történhetne meg újra? Folyamatosan aggasztott a betörés. Sokáig nem tudtam aludni. Időnként izzadva ébredtem fel a szörnyű rémálmok miatt. Biztonsági kamerákat is vettünk, de az sem segített. Végül elköltöztünk. Nem csak a nyugtalanságom miatt, új munkahelyet is találtunk, és egy nagyvárosba költöztünk. A lakás a harmadik emeleten van, és elég biztonságos környéken élünk most. Az első az volt, hogy megnézem visszamenőleg a híreket, hogy milyen bűncselekményekről számoltak be innen. Nem lehetett sok mindenről hallani. Valaki egy autót lopott, de azon kívül semmi komolyat nem találtam. Ez megnyugtatott, de még mindig gyakran voltak rémálmaim. Persze jobb volt, mint a semmi közepén élni, de nem volt a legjobb érzés egyedül feküdni az ágyban. A férjem gyakran dolgozott éjszakai műszakokban. Számba kellett néznem a félelmemmel. Az volt az egyetlen megoldás. Tudtam, hogy nem hát ez így tovább. A tudat zavart, hogy lesokkoltam, és semmit sem tudtam tenni az ember ellen. Feladtam, mert biztos voltam benne, hogy nincs esélyem. Miután rájöttem, hogy ez zavar, bejelentkeztem egy önvédelmi kurzusra. Sokat segített. Megtanultam kezelni a nehéz stressz helyzeteket, hogy ne pánikoljak. Új volt nekem, nehéz, de megérte. Megtanultam pár technikát, ami segíthet a menekülésben. Örülök, hogy nem irreális elképzelésekkel akarták ott elhitetni velem, hogy megverhetek egy felnőtt férfit, de minden esetre sok olyan mozdulatot tanultam, ami segíthet kiszabadulni egy fogásból. Még mindig az első menekülés marad, de már úgy érzem, hogy nem fogynék le egy ilyen helyzetben, és tudnám, hogy mit kell tennem. Rengeteget segített. Már nyugodtabban alszok, és nincsenek rémálmaim. Eddig még soha nem osztotta meg ezt a történetet idegenekkel, de remélem, hogy tanultok belőle. Ne felejtjétek bezárni az ajtókat. Hiába éltek biztonságos környéken. Elég egy beteg ember, és megtörténhet a baj. Vigyázzatok magatokra. Néhány évvel ezelőtt egy pizzaláncnál dolgoztam, mint ételkiszállító. Mindez Floridában, azon belül pedig a szülővárosomban történt. Akik ismerik közép valószínűleg tudják, hogy sok hullámzó domb van, síkság, források, mocsarak, bármit, amit csak el tudtok képzelni. Minden megtalálható volt itt. 25 éves voltam, és eléggé jól kerestem, mert a környékbeli családok tehetősebbek voltak. Mindig hagytok borravalót. Korábban már több helyen is dolgoztam, de az ételkiszállítást tetszett meg a legjobban. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan meg fogom utálni. Azt is meg szeretném jegyezni, hogy hiszek Istenben, és a mai napig hálát adok neki, hogy megmentette az életemet. Rögtön megtudjátok, hogy miért. Egyik este, amikor dolgoztam, öt pizzát kellett kiszállítanom. Az emberek általában nem szoktak ennyi pizzát rendelni erre felé, így csak azt tudtam feltételezni, hogy valamilyen buliról van szó. A főnököm felírta nekem a címem, ami a város forgalmasabb részén volt. Ez megnyugtatott, mert nem igazán szeretek város széli házakhoz szállítani. Boldogan beültem a kocsiba, és a GPS el is vezetett a címre, ami egy lakóparkban volt. Annak ellenére, hogy a város központjában volt, még sosem jártam erre. Az egész terület ismeretlen volt számomra. Kezembe vettem a rendelést, bementem az épületbe, majd bekopogtam a 104-es szobába. Ez később fontos lesz a történetben. Egy srác kinyitotta az ajtót, üdvözölt engem. Kicsit fiatalabb lehetett, mint én. Mellette gondolom a haverja állt. Ö, rendelés kejlöbnek? Kérdeztem. Az egyikük elvette a pizzát, addig a másik mogorván megkérdezte, hogy mennyibe fog kerülni. Tudottam velük, hogy a végösszeg 60 dollár és 83 cent. Mindketten meglepődve néztek egymásra. Az egyikük újra rám pillantott, és azt mondta, hogy nem ezt mondták nekik a telefonból. Biztos voltam benne, hogy nem tévettünk, de azért nyugtattam őket, hogy még egyszer ellenőrzöm. Ahogy sejtettem, jó összeget mondtam nekik, nem tévettem. Biztos megpróbálnak engem becsapni. Magabiztosan megmutattam nekik a számlát, és elmagyaráztam, hogy hogy jött ki ez az összeg. Az egyikük idegesen nézelődött, addig a másik pislogás nélkül bámult. Abban a pillanatban, amikor már éppen mondani akartam volna valamit, az egyik férfi elővette egy pisztolyt, és rám célzott. Azt mondta, hogy adjam át neki a pénztárcámat, a kulcsaimat, a telefonomat, különben nem fog habozni, meghúzza a ravaszt és remegve mondtam, hogy oké, okay, és lassan belenyúltam a zseveimbe az összes holmimért, amit kért, és átadtam neki. Ezután azt mondták, hogy jöjjek be, és üljek le a konyhaasztal melletti székre. Szót fogadtam. Átsétáltam a konyhába, ahol az egyikük leültetett, és elkezdte összekötözni a kezemet ragasztó szalaggal. Jószor helyzetben voltam. Mindenem náluk volt. A céges autókulcsom, a telefonom. Esélytelennek láttam a menekülést. Az egyik srácnak sikerült feloldani a telefonomat, és mindent elkezdett törölni. Láttam, hogy a galériámba is belemegy, és a barátnőmmel készített közös képeket is törölni kezdi. Ekkor még csak egy éve voltunk együtt, és a képeket nem hivattuk ki. Fontos volt számomra, hogy megmaradjon, ezért könyörögni kezdtem, hogy ne törölje ki ezeket. Őt egyáltalán nem érdekelte, hogy mit érzek és mi megyek keresztül. Pár kattintással ürítette az egész galériámat. Húzták az időt, nem tudtam, hogy mit akarnak tőlem. Már fél órája ott lehettem, de ők még mindig nem tettek velem semmit. Agyaltam azon, hogy vajon mit akarhatnak tőlem, de ilyen őrült emberek gondolatmenetét eléggé nehéz követni. Imádkoztam Istenhez, hogy épségben juthassak ki innen. Bármikor, amikor megszólaltam és rákérdeztem valamire, ők rámordítottak, hogy fogjam be. És most jön az a rész, ahol a dolgok váratlan fordulatot vesznek. Miközben átnézték a telefonomat és a pénztárcámban levő pénzt is megszámolták, mindannyian hallottuk, hogy a lakás egyik szobájában becsapódik az ablak. Ez az ahogy nyilvánvalóan aggasztotta őket, mivel futva indultak el a szobába, ahonnan a hangot hallották. Rettegve kérdezték, hogy ki van ott, és feltételezték, hogy valaki betört a lakásba. Ekkor még én sem tudtam, hogy mi történt, de abban biztos voltam, hogy ez az egyetlen egy esélyem a menekülésre. Elkezdtem harabdálni a kezemen levő ragasztószalagot, remélve, hogy elszakad, Szinte hihetetlen, de ilyen módon sikerült kiszabadulnom. Tudtam, hogy bármelyik pillanatban visszajöhetnek, nem volt sok időm. Gyorsan az ajtóhoz futottam, és elkezdtem nyitni a három zárat. Jól hallottátok, három zárral volt biztosítva az ajtó. De ennyi minden után, ez már egyáltalán nem lepett meg. Még nem voltak a nyomomban. Kiértem az épületből, és rögtön segítséget próbáltam keresni. Fel is hívtam volna a rendőröket, de ekkor jutott az eszembe, hogy nincs nálam a telefonom. Elrohantam a legközelebbi boltba, szerencsére nagyon udvariasak voltak ott. Megengedték, hogy használjam a telefonjukat. Azon keresztül hívtam fel a zsarukat. Gyorsan megérkeztek. Amikor megkérdezték, hogy melyik szobában tartottak fogjul, nem jutott az eszembe. Ez a lakóház sajnos hatalmas volt. Végül bementem a rendőrökkel, és így mutattam meg nekik, hogy melyik szobáról van szó. Ők bementek, de addigra már senkit sem találtak. Kiderült, hogy a hangos csattanás, amit hallottunk, valójában egy nagy fa volt, ami betörte az ablakot. A foága vihar miatt tört le, és tökéletesen az ablakra esett. A nem annyira jó része a történetnek az, hogy elindították a nyomozást, de egyiküket sem kapták el. A mai napig azt vallom, hogy Isten meghallgatta az imáimat, és ő segített a menekülésben. Egyesek biztos azt fogják mondani, hogy szerencse volt, de én biztos vagyok benne, hogy nem csupán szerencse mentett meg engem. Egy fiatal fiú vagyok. Amikor mindez történt, csak nyolc éves voltam. Már nem igazán emlékszem mindenre, mert még kicsi voltam. Azt terveztük, hogy elmegyünk moziba. A film előtt még elugrottunk a mekibe, hogy jól lakjunk. Egész idő alatt egy fura, lila öltönyös férfi mászkált körülöttünk. Nem rendelt semmit, és egyértelműen a közelünkben akart lenni. El kellett ugranom a mosdóba, Felkeltem és az ajtóhoz sétáltam, amikor észrevettem, hogy a srác követ engem. Nem tudtam, mit akarhat. Oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy nem akarok-e valami édességet. Elutasítottam. Nem adta fel. Rám akart erőltetni, és megpróbált elcsalogatni a kocsiához. A szüleim megtanították, hogy ilyen helyzetben azonnal fussak el és keressek segítséget. Így tettem. A férfi mellett elszaladtam, és a véci ajtójától visszafutottam az anyukámhoz. A lila öltönyös úr még mindig a véci előtt állt. Az anyám oda ment hozzá, és elkezdett kiabálni. Mindenki minket nézett. Miután megkérdezte tőle, hogy miért akart engem az autójához csalogatni, nem tudott válaszolni. Bepánikolt, és kiszaladt a Gyorsan elhajtott, de mi nem adtuk fel. Elmentünk a rendőrségre, és azonnal elkezdték keresni a gyanús embert. Igazából nem tudom, hogy ezután mi történt. Csak remélni tudom, hogy elkapták. Az egész történetre homályosan emlékszem, de az a pillanat, amikor a WC előtt álltam, ő pedig vigyorogva bámult, tisztán megmaradt. Csak 10-20 másodperc lehetett, de sosem felejtem el. Bele sem akarok gondolni, hogy mi történhetett volna, ha kimentem volna a kocsiához. Ez nem pontosan az én történetem, de az egyik barátomé, aki nem hazudna nekem. Az egyik Burger Kingben dolgozik, közel hozzám, és azt mondta, hogy többen is természetfeletti eseményeket tapasztalnak a munkahelyen. Ő reggelente dolgozik, de a legtöbb paranormális dolog főleg este történik. Az egyik munkatársa, mintha úgy látta volna, hogy a konyhában egy kislány van. Ez gyanús volt, mert csak egy férfi munkatársa volt aznap. Hátra ment, hogy megnézze, hogy mit látott, de senkit sem talált. A kislány eltűnt. Azóta már rengeteg paradólog történt. A poharak gyakran lásnak, de nehezebb tárgyak is mozognak a polcokon. Időnként az ott dolgozók a saját nevüket hallják, mintha egy 7 éves lány szólítaná őket. Meglepő módon mindenki ugyanazt a hangot hallja. Természetesen sosem derült ki, hogy honnan ered. Szóval ez a jó barátom az előző héten a fogyasztó környékén tartózkodott, amikor belülről hallotta, hogy őt hívja a kislány. Kinyitotta az ajtót, de nem mert bemenni. Attól tartott, hogy a szellem rázárna az ajtót és megfogyna. Már rendesen odáig folyultak a dolgok, hogy az alkalmazottak rettegnek és félnek bemenni a fogyasztóba. Időnként meg is jelenik a kislány. Páron látták őt. Egy apró gyerek formájában mutatja magát. Fekete a haja és a ruhái is. A bőre szürke, mint a kihűlt volna. Talán a legdurvább történet az volt, hogy az egyik srác, miután hazament, már otthon is látta ezt a kislányt. Az az elméletük, hogy a gyerek szelleme kötődik hozzá, és már haza is követte őt. Őszintén nem tudom, hogy mit gondoljak erről. Én a helyükben egy másik munkahelyet keresnék. Mindez két évvel ezelőtt történt, de még mindig nem sikerült teljesen feldolgoznom. A férjem, a két éves lányunk és én egy házba költöztünk. Az első napon rettentően elfáradtunk, mert tíz órát kellett utaznunk. A szüleim is velünk jöttek. Segítettek rakodni, és ott maradtak velünk pár napra. A szomszédok rögtön kijöttek, hogy köszönjenek. A legtöbben normálisak voltak, de ott volt Ben. Félelmetes csávó volt. A lányunk már kiskor óta barátságos, és mindenkivel szóba állt, de amikor meglátta bent, inkább elbújt. Nem beszéltünk sokat a szomszédokkal, főleg hurcolkodtunk. Az apám később azt mondta, hogy neki egyáltalán nem tetszik bennek a viselkedése. Gyanúsan túl sokat bámult minket, Beszélni akartunk vele, hogy szeretne valamit, de ekkor semmit sem mondott nekünk. Aznap este azt hittük, hogy elintéztük bennel a dolgokat, és már nem lesz furcsa, de tévedtünk. Tíz óra volt, még mindenki ébren volt. Ekkor hallottuk a kopogást. Maga biztos négy kopogás volt. Azt hittük, hogy a pizza, mert rendeltünk, de nem, Ben volt az. Megkérdezte tőlünk, hogy kell -e segítség. Azt, hogy ilyen későn kopogott be hozzánk, igazán kikészített. Még egy jó baráttól is szokatlan és kellemetlen lett volna, nem hogy bentől. Miután elküldtük, még cigit akart kérni tőlünk. A férjem rögtön odajött az ajtóhoz, és érthetően megmondta neki, hogy tűnyel el a birtokról. Ben is ideges lett, vissza kiabált majd beleütött a falba. Ezzel az emberrel tényleg nem lehetett kommunikálni. Még az apjával élt, vele akartunk beszélni, mert bennel nem lehetett bírni. Amikor elmondtuk neki, hogy mi a probléma, ő egyáltalán nem lepődött meg. Úgy kezelte, mintha ez a viselkedés megszokott, és mindennapi lett volna. Sejtettük, hogy ez a helyzet sokkal nagyobb problémát fog okozni, mint a beköltözéskor gondoltuk. Munkába össze-vissza jártunk, ritkán volt benne rendszer. A főnökünk sokszor behívott minket, és olyankor mennünk kellett. Ben nem tudhatta, hogy mikor végeztünk, de ennek ellenére mindig megjelent az ablak alatt, miután hazajöttem. Elegem volt belőle, és már nem foglalkoztam vele. Általában cigit akart kérni. Hiába közöltem többször is, hogy nem cigizünk, nem volt hatásos. Az egyik fülén be, a másikon ki. Nem akartunk beletörődni, hogy ilyen szomszédunk van, de nem tudtuk, hogy mit lehetne tenni. Időnként nyugodtabb volt, időnként agresszívan szólt hozzánk. Hétvégén hosszabb családi programokat terveztünk. Az egyik szombati napon Ben velünk akart jönni. A kocsi ablakán kopogott, és arra kért, hogy vigyük magunkkal, mert ő is játszani szeretne. Természetesen otthagytuk. Amire visszaértünk, már az ajtónál várt minket. Azt mondta, győrizte a helyet az autónak, nemhogy más befoglalja. A lányunk kimondottan rettegett ettől az embertől. A családunk mindegyik tagja nehezen élte meg ezeket a napokat. A férjem küldte őt el a fenébe általában. Az apjával is beszéltünk, de őt egyáltalán nem zavarta a fia viselkedése. Azt mondta, hogy a lelkileg nincs rendben, és gyógyszereket is szed. Én értem, hogy ezek a dolgok komolyak, és kezelni is kell az ilyen embereket, de ez nem kifogás arra, hogy szabadon zaklasson minket. Azt láttuk az apján, hogy ő nem akar nekünk segíteni. Őt nem zavarja, mert nem érinti. Kíváncsi voltam, hogy a többi szomszédnak milyen tapasztalata van bennel. Ők is panaszkodtak rá, őket sem hagyta békén. Sőt, az egyikük azt mondta, hogy a parkban a kerítés mögött szokott leskelődni. Úgy éreztük, hogy csak az idő kérdése, hogy mikor fog történni egy borzalmas dolog. A következő napok meglepően nyugodtan teltek. Egyikünk sem találkozott bennel. A szomszédokat is megkérdeztük, de ők sem látták. Reméltük, hogy elköltöztek. A szüleim ismét meglátogattak minket. Velük átbeszéltük a hét történéseit. Másnap én hamarabb végeztem. A szüleim magukkal vitték a lányomat, és a férjem még mindig munkában volt. Végre volt egy kis időm, amit magamra szánhattam. A nappaliban játszottam. Este volt. A játékot egy halk kopogás zavarta meg. Ránéztem az órára. Este tízkor senkit sem vártam. A férjemnek van kulcsa, ő nem kopogott volna. Felkeltem, hogy megnézzem, hogy ki az. Az ajtóhoz mentem, közben az a valaki a kilincset is megpróbálta lenyomni. Ezután Ben hangját hallottam. Engedj be! Nyisd ki azt a rohadt ajtót! Totál átkattant neki. Dörömbölni kezdett, és folytatta a kiabálást is, Azonnal a telefonomért nyúltam, kerestem egy éles kést a konyhában, majd elbújtam a ruhás szekrényben. Nem a legtitkosabb hely, de sokkal nagyobb biztonságban éreztem itt magam. Felhívtam a rendőröket. Azt mondták, hogy már úton vannak, mert mások is jelentették a problémát. Néhány perccel később hallottam is a szirénát. Tudtam, hogy már biztonságban vagyok. Bent letartóztatták. Az apja próbálta menteni a helyzetet, hogy csak beteg a fia, és ez normális nála. Végül mindkettőjüket elvitték. A szomszédok hívták ki a rendőröket, mert hozzájuk is be akart törni. Az egyik szomszéd volt olyan aranyos, és felhívta a férjemet és a szüleimet, hogy elmondja nekik, hogy mi történt. Felajánlotta, hogy aludhatok nála, hogyha félek. Elfogadtam, de még így sem sikerült elaludnom. Tudtam, hogy letartóztatták, de rettegtem, hogy vissza fog térni, és be fog törni. Kiderült, hogy nem először tartóztatták le őket. Az apja megpróbálta lefizetni a zsorukat, de szerencsére sikertelenül. Ben tényleg nem volt rendben, és elő is voltak neki írva gyógyszerek, de semmit sem szerett. Az apja, Bezzeg azt mondta, hogy kezelik. Miután bezárták, megpróbálta bemesélni, hogy a lányunk nem is a mi lányunk, hanem az övé. Természetesen nem hitték el ezt a hülyesét. Az, hogy ezután mi történt, jó kérdés. Sosem láttuk őket ezután. Egy évre rá ismét költöztünk egy nagyobb és szebb házba. Az első dolgunk az volt, hogy megismerjük a szomszédokat, és ellenőrizzük, hogy mindenki rendes. A lányunk végre biztonságban érzi magát, és én is nyugodt lélekkel engedem, hogy kint játszon a kertben. Ez nem velem, hanem az édesanyámmal történt. 1986-ot írtak. Kamasz volt, ekkor még a szüleivel és a testvérével élt. Kicsit bonyolult lenne elmagyarázni, hogy miért is költöztek ki Kínába, de a történet ez nem is fontos. Tél volt, hideg és mínusz fogokat írtak. Az anyukám épp az iskolából ment haza. Lába alatt ropogott a frissen lehullott hó, de nem csak a saját lépteit hallotta. Valaki más is jött utána, de ő nem mert megfordulni. Kína biztonságos részén éltek, ezért egyáltalán nem is félt. Felszállt az egyik buszra, és a megállótól már csak 10 perc választott el az otthonától. Még mindig sűrűn havazott. Az utcák csendesek és üresek voltak. Mivel tél volt, hamarabb is kezdett el sötétedni. Olyan sűrűn és erősen hullott a hó, még hunyorítva is alig bírta nyitva tartani a szemét. Nem először járt erre, jól ismerte ezeket az utakat. Ismét hallotta, hogy a hó nem csak az ő lába alatt ropog, valaki volt mögötte. Ekkor kezdett el félni igazán, mert tudatosította, hogy az az ember őt követi. Az édesanyám kicsit gyorsabbra vette a tempót, de az a fickó is alkalmazkodott. Nem lehetett őt ilyen könnyen lerázni. Azt tudni kell az anyukámról, hogy már fiatal korában is pánikrohamjai voltak, és ráadásul még azt más is volt, nem tett jót neki ez a stressz, lehet ezért nem mert inkább hátrafordulni. Ismét megpróbálkozott gyorsabban menni, már majdnem futott, de még ez sem volt sikeres. A férfi és a köztelevő távolság nem változott. Egyre rosszabbul élte meg ezt a helyzetet, retegett, végül a sprintelés mellett döntött. Rohant, amilyen gyorsan csak bírt, közben kiabált, de senki más nem volt körülöttük. Egyszer hátra is nézett, és megpillantotta azt az embert. Magas volt, izmos, és a feje fölött egy deszkát tartott. Azzal futott utána. Az anyám szédülni kezdett, de még így sem állt meg. A távolban meglátott egy kisebb csoportot. Feléjük tartott, és továbbra is kiabált. Az utolsó erejéből még sikerült eljutni hozzájuk, és ez az utolsó emléke. Elájult. Ezután a következő, ami megmaradt neki, hogy felült és levegőért kapkodott. Iderült, hogy a szomszédjai voltak azok, akikhez odafutott. Ők azok és elmondták a szüleinek, azaz az én nagyszüleimnek, hogy mi is történt. A rendőrséget is felhívták, de azt a fickót már sosem kapták el. Azóta már rengeteg év telt el, de az édesanyám még néha most is megijed, hogyha lépteket hal maga mögött. Épp egy horror történetet olvastam, ami emlékeztetett az én saját tapasztalatomra. 1998-at írtunk. Biztonsági őr voltam egy olyan cégnél, ami zárakat készített. Általában három műszakban szoktam dolgozni. Délután négytől éjfélig, délután 7.30-tól hajnali 3.30-ig, és éjféltől reggel nyolcig. Hát nem volt a legizgalmasabb munka. Éjjelente gyakran unatkoztam, mert akkor nem is voltak ott mások. Ha szerencsés voltam, betettek mellém egy másik biztonsági őrt, és vele tudtam beszélni, de általában negyedül voltam. A legtöbb időm arra ment el, hogy a kamerán keresztül figyeltem, hogy minden rendben van-e. Így teltek az én napjaim körbe és körbe. Spóroltam, vettem egy autót, utána pedig költözni szerettem volna. A főnökömnek elmondtam a tervemet, és kerestek egy másik biztonsági őrt. Fel is vették őt. Kelvinnek hívták. Én már csak az utolsó heteimet töltöttem itt. Még megkaptam feladatként, hogy tanítsam be ezt a Kelvint. Az összes műszakot ki kellett próbálnia, hogy meggyőződjünk, hogy tényleg alkalmas a munkára. Azon az első héten össze is akarta szoktatni a másik munkatársammal, Annával. Ő is biztonsági őr volt nálunk. Azt hittem, hogy végre ez egy rohadt jó időszak lesz, hiszen hárman vagyunk, jól el tudunk beszélgetni. Nem gondoltam volna, hogy Kelvin egy nehéz eset. Az első napon meglepődtem, hogy mennyire illedelmes volt és csendes. De aztán úgy elgondolkoztam, hogy valami hiányzik belőle. Nem tudtam akkor konkrétan összerakni a fejemben, hogy micsoda, de valami nem volt rendben vele. Idővel aztán tudatosan figyeltem a beszélgetésünkre. Azt vettem észre, hogy a kérdések, amiket feltett, totál korrektek voltak, a munkával kapcsolatosak. Ami kicsit furcsa volt, hogy random, nem is vicces dolgoknál kezdett el nevetni. A hangsúlyozása is totál véletlenszerű volt. Annak tudtam be, hogy nincs sok barátja és szokatlan neki emberek között lenni. A harmadik napon annával elmentek megnézni valamit. Miután visszajöttek, rögtön tudtam, hogy valami rossz történt. Anna általában jó, kedvű volt és beszédes amikor visszajött, traumatizáltnak nézett ki. Ekkor még nem tudtam, hogy mi történt. Megvártam, amíg Kelvinnek vécére kellett mennie. Megkérdeztem Annát, és ő mindent elárult. Amíg a gyár másik részébe tartotta, Kelvin normálisan viselkedett. A gyárnak azon részén addigra már lekapcsolták a lámpákat. Sötét volt, ezért egy zseblámpával kellett menniük. Ez éjszaka történt, munkások már akkor nem voltak az épületben. Csak ők ketten tartózkodtak ott lefele haladtak a lépcsőn, Anna ment elől. Kelvin viselkedése fokozatosan megváltozott, és egyre furcsább lett. Minden lépéssel közelebb és közelebb férkőzött Annához. Már olyan közel volt hozzá, hogy a lihegését is hallotta. Rettegve megfordult, Kelvin pedig mosolyogva még egy lépést tett felé. Odahajolt hozzá, és az arcukat csak pár centi választotta el. Bókolni próbált neki, de aztán észrevette a gyűrűt az ujján. Újra elmosolyodott, a szemébe nézett, és ezt mondta. Nem sokára úgy is vége lesz. A nap hátra levő részében ügyeltem arra, hogy ők ketten biztos, hogy ne találkozzanak. A főnökömnek is jelentettem, hogy mi történt. Megbízott bennem, és Kelvint rögtön ki is dobták. A legdurvább az egészben, hogy egy héttel később Anna mutatott egy cikket, hogy Kelvint letartóztatták. Az okot inkább nem mondom el itt Youtube-on, sejthetitek. Egy tipikus 21 éves egyetemista vagyok. A gyerekkorom jó volt, problémamentes. A szüleim mindent megadtak nekem, amire szükségem volt. Kamaszkorban rengeteget jártam szórakozó helyekre. Sokat ittam, és elég gyakran felelőtlen voltam. Egyesek csak is a saját hibájukból tanulnak. Én is ilyen ember vagyok. Sokszor meg kellett tapasztalnom a másnapokat, hogy rájöjjek, mértékkel kell lenni, és az egészség sokkal értékesebb, mint gondolnánk. Most már nyugisabb életet élek, de a következmények miatt még most is szenvedek. Még giműbe jártam. Népszerű voltam, és ez a srác egy visszahúzódó fiú volt. Szerelmes volt belém. Én természetesen semmit sem akartam tőle, de élveztem a figyelmet. Ahelyett, hogy rögtön megmondtam volna neki, hogy nincs esélye, kihasználtam a helyzetet. Bármit megtett volna értem. Időnként szivattuk őt, és elhitte, hogy ha próbálkozik, az ővé lehetek. A barátaimmal gyakran csináltunk hülyeségeket. Emlékszem, hogy pont egy buliról beszélgettünk, amire kedvezmény volt a párral jövünk. Michael, az osztálytársam, akinek tetszettem, szintén akart menni. Megkérdezte tőlem, hogy lennék-e a párja az estére. Kicsit elgondolkoztam, aztán elfogadtam. Eleve olcsóbb lesz egy, és a többi férfi is békén hagy engem, mert azt fogják hinni, hogy van barátom. Megegyeztünk, hogy mikor jön elértem. Megadtam neki a telefonszámom. Én tudtam, hogy nem lesz több köztünk, de ő reménykedett. A barátaimmal rögtön azt kezdtük el tervezni, hogy hogyan szivatjuk meg. Így utólag már bánom, de ahogy mondtam, akkoriban hülye voltam. Az órák után beszéltem egy kicsit michael aztán hazamentem készülődni. Már majdnem este ledett, amikor jött a hívás, hogy menjek le. Alul Michael várt az apja kocsijával és egy csokor virággal. Komolyra vette a dolgot, szépen kiöltözött. Visszagondolva tényleg eléggé oda lehetett értem, már bűntudatom volt, és gondolkoztam rajta, hogy a barátaimat lebeszélem a gonosz hivatásukról, de végül nem tettem semmit. Ők sejtették, hogy megigazítja magát, és a legdrágább ruháit veszi fel. És pont emiatt akarták elönteni majonézzel. Szerettem őt szivatni, de ezt akkor is úgy éreztem, hogy sok. Velem mindig kedves volt, nem ezt érdemelte. A legjobb haverom megkért, hogy menjek el vécére, Michael-t kérjen meg, hogy várjon meg, és amikor egy helyben fog állni, akkor végrehajtják a gonosz tervüket. Nyolc körül eljutottunk a buliba. Együtt bementünk, megvettük a kedvezményes jegyeket. Már mindenki ott volt. Én elmentem a vécére, és a többiek pedig megszégyenítették Michaelt. Én semmit sem láttam, csak hallottam a nagy kiáltást, aztán a sírást. Amire kijöttem, ő már nem volt ott. Állítólag annyira zavarban volt, hogy kifutott és hazament. Még véletlenül sem gondolta volna, hogy én is tudtam a tervről, Miután hazaért, elnézést kért, hogy ott kellett hagynia, és továbbra is érdeklődött irántam. Ekkor még mindig nem mondtam el neki, hogy nincs esélye, pedig az lett volna a legjobb. Az iskolában, ahogy csak lehetett kerültem, nem beszéltem vele. Ő nem értette, hogy mi a baj, magát hibáztatta. Azt hitte, hogy azért nem beszélek vele, mert ott hagyott a buliban. Facebookon kitörölt, majd újra bejelölt, csak is, hogy reakciót váltson ki belőlem. Valahogy megszerezte a telefonszámom, nem tudom, hogyan sikerült. A barátaim nem árulták el, az biztos. Ez volt az utolsó évem a gimiben. Majdnem minden héten megpróbált elhívni egy randira. A barátaim azt tanácsolták, hogy szivassuk meg még egyszer, de ennyire már én sem voltam gonosz. Két hogy segített volna a helyzeten. Nehéz napok voltak. Nem is tudom, mikor jött el az a pont, amikor rájöttem, hogy már nem is élvezem annyira a szórakozó helyeket és az ivást. Kicsit megkomolyodtam, és már felelősségteljesebb lettem. Nem akartam szórokozni az emberek érzéseivel. Össze akartam szedni magam, hogy sikeres ember legyek. A gimi után egyetemre kezdtem járni, és a suli mellett dolgoztam. Egy benzinkúton vállaltam el az éjjeli műszakokat, hogy többet keressek. Alig jártak erre autók, szóval nem is volt sok dolgom. Időnként Michael is megjelent, amit furcsáltam. Legelőször négy hónapja jött el. Eddig háromszor volt összesen, de az utolsó alkalom után már közel volt, hogy felhívjam a rendőröket, amikor először jött, eljátszott, hogy egy véletlen. Jé, hát te is itt dolgozol. Csak egy csokit jöttem venni. Ja, totál minden nap, hogy valaki a benzinkútra megy csokit venni hajnali háromkor. Egy hónapig nyugalmam volt tőle, majd amikor ismét eljött, azt mondta, hogy utazott egyet, és gondolta, hogy megáll a benzinkúton, mert múlkor is jól esett neki a csokoládé. A mosolya is olyan gyanús volt. Gimi óta teljesen megváltozott. Visszahúzódó fiú volt, de most bátran viselkedett. Mintha nem is a megszokott Michael állt volna velem szemben. A legutolsó találkozásunk két hete volt. Teljesen kikészített. Nem tudom, hogy merre járhatott, de az egész ember tiszta kosz volt. Mintha egy szénbányából jött volna fel. Sosem volt valami jó képű, de legalább ügyelt arra, hogy néz ki. Most, mint aki teljesen leszorja. Besétált, és a szokásos csokit akarta megvenni. Kifizette, és már vártam, hogy menjen el, de ő nem mozdult. Engem nézett, és vigyorgott. Egy kínos pillanat volt. Ő is szótlan volt, és én is. Már nem bírtam tovább, ezért éledelmesen megkérdeztem tőle, hogy segíthetek-e valamiben. Nem tudtam kezelni a helyzetet. Ő azt mondta, hogy nem, és még mindig nem távozott. Egyet felém lépett, majd előre nyúlt, és megérintette a kezem, amivel támaszkodtam. Lassan végig az ujjaimat, közben nem vette le rólam a szemét. Nem tudom, hogy mit gondolt, hogy ettől hirtelen szerelmes leszek belé. Ilyetten hátra léptem, és megkértem, hogy hagyjál az épületet. Miért vagy ilyen velem? Te kell lesz nekem. Egyszer úgy is beadozod a derekod. Ekkor mondtam meg neki legelőször, hogy sosem tetszett nekem, és azt is elárultam, hogy viccelődtünk vele, sőt, a olyan esetről is tudtam előre. Ha nem lenne semmilyen más férfi a földön, akkor sem kellene nekem. Láttam, hogy a mosoly átvált mérges arc kifejezésre. Megfordult, és az egyik polcról mindent ledöntött. Idegesen a kiárat felé tartott, de mielőtt elhagyta volna a benzinkotat, hátra nézett, és azt mondta, hogy Egyszer úgyis az enyém leszel, te kis, te kis elkényeztetett hercegnő. Ezután elment. Erre nem tudtam válaszolni, és azt sem tudtam, hogy mit tegyek. Semmilyen szabálysértés nem volt ebben, de mégis fenyegetésnek éreztem. Ha legközelebb látom, biztos, hogy felhívom a rendőröket. Ki tudja, mire képes. Egyáltalán nem így ismertem Gimiben. Az egészben az zavar a legjobban, hogy ettől megkímélhettem volna magam. Ha nem lettem volna olyan bolondos kamasz, aki a problémát keresi, akkor ezzel most nem kellene foglalkoznom. Csak el akarom végezni az egyetemet, pénzt spórolni, és nem ilyen butaságokkal terhelni magam. Amíg osztálytársak voltunk, addig kellett volna vele tisztáznom, hogy hagyjon békén, mert nem jön be nekem, az átverést pedig semmiképp sem szabadott volna engednem. Ez jár nekem. Lehet ez a karma. Lehet ezt érdemlem. Minden esetre remélem, hogy már nem jön el a benzinkútra.